Dunajvárosi nem kér az akkumulátorbontó üzemből. Megkezdődtek a tavaszi munkálatok a városban, elkezdték a fűkaszálást. Virágvasárnapi koncert volt a református templomban. Győzelemmel folytatta a bajnoki küzdelmeket futszál csapatunk. Köszöntöm nézőinket, önök a DSTV híradóját látják. Ma is elosztjuk városunk legfontosabb híreit. Már az országos médiában is felröppent a hír, hogy Dunajvárosban a Hankok szomszédságában egy akkumulátorbontó üzem épülhet Rákai Filip ipari parkjának területén. Szabó Zsolt, a város DK-s alpolgármestere és Kocsis Cake Olivio, az Árnyék kormány környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó Árnyék kormány biztosa, tegnap délután a sajtótájékoztatón mondták el véleményüket, hogy nem kér belőle. Szabó Zsolt sajtótájékoztatóját azzal kezdte, hogy az akkumulátorgyárak titokban terjeszkednek, így nincs kizárva, hogy ez a térség lehet az akkumulátorlobbi új célpontja. Mivel Rácalmás Dunajváros közvetlen szomszédja, csak néhány kilométer választja el tőle, ezért Rákai Filip akkumulátor üzeme a dunajvárosiak vízbázisát, levegőjét és ingatlanjait is veszélyeztetheti. Ezért Dunajváros alpolgármestereként egyéni képviselőindítványt fogok benyújtani a Dunajvárosi Testületnek, amiben azt indítványozom, hogy Rácalmásnak bármilyen ide tervezett beruházásról egyeztetnie kelljen Dunajváros önkormányzatával, Dunajváros önkormányzata pedig fejezze ki azt a szándékát, hogy semmilyen környezetterhelő, környezetszennyező beruházáshoz nem járul hozzá a város határában. Kocsis Cake Olivio, a DK-s Árnyék kormány környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó Árnyék kormány biztosa szerint meg kell állítani az akkumulátor lobbit. Véleménye szerint megengedhetetlen, hogy a lakott területek határában több tízezer dunajvárosi és rácalmási polgár környezetében fognak feldolgozni és tárolni több ezer tonna súlyosan mérgező anyagot, köztük nehézfémeket, savakat és más hulladékokat. Véleménye szerint csak akkor lehetséges ilyen jellegű beruházás, ha két fontos feltétel biztosítva van, illetve lenne. Az első és legfontosabb, hogy minden esetben tájékoztatni kell a helyi lakosokat, és informálni kell a helyi lakosokat a környezeti és az egészségügyi kockázatokról. Amennyiben ez nem történik meg, nem kezdődhet el az építkezés. Nem a beruházás után, nem a beruházás közepette, mint Debrecenbe, hanem a beruházás előtt. A másik fontos feltétel, hogy olyan garanciákat kell adni a környezetvédelmi hatóságoknak, hogyha bármilyen szabálytalanságot látnak, bármi olyan történik, ami veszélyezteti a környezetet, vagy a helyi lakókat, akkor legyen lehetősége azonnal félbeszakítani az üzemet, félbeszakítani az építkezést, hiszen ezek az akkumulátor üzemek, akkumulátor bontók súlyosan károsíthatják a helyi vízbázist, szennyezhetik a levegőt, és nagyban csökkenthetik itt a helyi ingatlanok értékeit. A tervezett beruházás helyszínén a DK-s politikusok elmondták, hogy élni fognak minden jogi, illetve véleményezési lehetőséggel, hogy ne épülhessen veszélyes üzem a város határában. Az idén nehezen érkezik az igazi tavasz, bár a növények inkább dacolnak a reggeli fagyokkal is, és elkezdtek éledezni. Olyannyira, hogy a héten meg is kezdődtek a látványos tavaszi munkálatok, elindultak a fűkaszák a városban, kedden a Békeváros részben már nyírták a füvet. Rügyeznek a bokrok, hajtanak a fák, nő a fű, a város üzemeltetés pedig ennek megfelelően megnyomta a tavaszi start gombot. A munkálatokról Mezei Zsolt, a város üzemeltetési alpolgármester számolt be. Most elsősorban a fűnyírással kezdtük az idei tavaszi munkákat, a város takarítás mellett, tehát a város takarítás az folyamatos, most éppen a római városrész nagy takarítása folyik, de a fűnyírás a kiemelt területeken elkezdődött, hiszen lehet látni, hogy a füvet nem érdekli, hogy éjjelente még nulla fok van, nő, ezt rendbe kell tenni. Egy dolgot szeretnék azért hangsúlyozni ebben. Nagy ez a város ahhoz, hogy egyszerre, mindenhol, egy napon belül megtörténjen a fűnyírás. Tényleg csináljuk, dolgozunk, előbb-utóbb mindenhol oda fogunk érni. A tavaszi munkálatokkal párhuzamosan elkezdődött a város nagy takarítása is. Tavaly óta város részenként takarítják a várost, egyszerre egy helyre összpontosítva a gépeket és az embereket.
Mezei Zsolt szerint sokkal hatékonyabban tudnak így dolgozni. A város takarításnak álltunk neki, a tavaszi nagy takarításnak. Tavaly ősszel kezdtük, tavaly ősz előtt, nyár végén kezdtük, biztos emlékeznek rá, kezdtük el ezt a város takarítási módszert, ahol egy város részben nagy erőkkel, fűnyírással, gondozással, parkfenntartással, szemétszedéssel, parkolótakarítással kompletten tisztában varázsoltuk egy városrészt. Most az idén ezt tavasszal is elkezdjük, tehát évente kétszer fogjuk megcsinálni. Most a római városrészben zajlanak ezzel a munkálatok. Parkolók takarítása, kézi takarítása, gépi takarítása, és arra szeretném kérni a lakosokat, hogy legyenek olyan kedvesek, mikor kitesszük a táblákat, álljanak el a parkolóból, hiszen akkor lehet tökéletesen tisztában varázsolni azt a részt, amin éppen tartanak az emberek. A Dunai Városi Gazdasági Ellátó Szervezet bár a téli hónapokban is végezte a munkáját, de számukra is most érkezett el igazán a tavasz. A feladataikról Mészáros László, a GESZ erdészeti és parkfenntartási vezetője adott tájékoztatást, aki elmondta, hogy kedden kezdték a városi fűkaszálást a Békeváros részben. Ha itt végeznek, haladnak majd tovább a városháza irányába. És hogy meddig tart egy teljes fűkaszálás a városban? Hát ez igazából nagyon függ az időjárástól is, ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye mennyire csapadékos az idő, mikor kezdjük el a munkálatokat. Szerencsére idén is időben tudtunk kezdeni a munkálatokat az önkormányzat segítségével. Egy jó hónap körülbelül, mire körbérünk a városba, ez körülbelül egy olyan 30-35 fő kell, aki folyamatosan végzi a területeknek, az öltöleteknek a kaszálását. Itt ugye több ezer, több tízezernyi focipályáról van szó, tehát iszonyatosan sok száz hektárról beszélgetünk, amit kezelnünk kell. Nyilván egyszerűen nem tudunk mindenhova odaérni, mindenkitől türelmet kérünk, de folyamatosan ezen dolgozik mindenki. A tervezett fűkaszálások számát az idei esztendőben nem számszerűsítette az önkormányzat. Ha megnő a fű, akkor levágják. És mint mondják, ez nagyon időjárás függő. Éves szinten 4-5-ször biztosan. Egy programajánló húsvétra, tojásvadászat és nyuszi simogató is lesz április 8-án szombaton a Baracsi úti arborétumban. A Dunadok Center, az Esőcseppekért Alapítvány, valamint az önkormányzat közösen húsvét váró napra csalogatja az érdeklődő családokat. Valóságos program dömpinggel készülnek szombaton. A délelőtt folyamán a Dunadok Center Alapítvány kutyája családok segítségével a húsvéti nyúl nyomába erednek, játékos feladatokkal és egy kincskereséssel teszik izgalmassá húsvéti várakozást kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Délelőtt 9-től 14 óráig várják a kilátogatókat. Virágvasárnap, azaz április 2-án egy színvonalas zenei programmal kápráztatta el a közönségét a Dunajvárosi Vegyeskar. Az eseménynek a koronavírus járványt követően újra az immáron megújult református templom biztosított helyszínt. Már-már hagyománynak számít, hogy a Dunaújvárosi Vegyeskar a református templomban tartja a virágvasárnapi koncertjét. Bár a Covid időszakában erre nem kerülhetett sor, idén visszatért a zenei program a templomba, s mintha a kihagyás meg sem történt volna, igazán színvonalas élményben lehetett része a látogatóknak. Ceglidi Péter Pál, református lelkipásztor szerint a zenés performance illett is a virágvasárnap ünnepi, erőteljes, örömteli szellemiségéhez. Virágvasárnap a kereszténység életében egy rendkívül jelentőségteljes pont és pillanat, hiszen ezzel kezdődik a nagy hét. Jézus bevonul Jeruzsálembe, és akkor nagy pénteken pedig a kereszthalál, utána vasárnap pedig a feltámadás, de ezen túl ez az egyik leg, mondjuk azt, hogy látványosabb, erővel telt keresztény ünnepünk, hiszen a sokaság annak idején Jeruzsálembe énekel, magasztalta Jézus pálmaágakat, vágott neki a felső ruháját, eléterítette. Tehát a virágvasárnap hangulatához, milliójéhez, a zene, a kórus, a zenén keresztül való Isten dicsőítés az nagyon passzol, úgyhogy mi örülünk, hogy itt van a Vegyeskar. A visszatérésről és a koncert különlegességéről Kuruc Gergely karnagy beszélt. Elmondta, az esemény igazi varázsát egy ősbemutató adja. Különleges talán a mai alkalom, amiatt is, hogy hosszú-hosszú évek óta nem volt ősbemutatója a kórusnak, és tulajdonképpen ma egy ősbemutató is felcsendül. Farkas Bence neve sokak számára talán ismerős, hiszen a Bartók számos sikerdarabjának a szerzője, lásd a Twist Olivért például, és a tavalyi évadban ugye az Én vagyok című oratóriumhoz ő komponált nagyon sok szép zenét, ám de ezek szimfonikus zenekari megzenésítéssel szólaltak meg. Most pedig Bence készített nekünk egy orgona
átillatot erre, amit Baráth Bálint kísérletével fogunk megszólaltatni először e templom falain belül. Az említett műveket, átiratokat Farkas Bence zeneszerző készítette. Kiemelte, nagyon különleges volt számára ezeken az alkotásokon dolgozni, főleg úgy, hogy az orgonára írt művet ő is kizárólag a bemutató napján hallhatta élesben. Ez a három kórus mű eredetileg a Bartók Kamara Színház felkérésére készült még tavaly nyáron. Akkor be is mutatták az Én vagyok című előadás keretében, ami tulajdonképpen egy monodráma és Krisztus emberi oldaláról, emberi szenvedéseiről szól, és ezt a három szöveget én megkaptam, erre kellett dolgoznom, és nagyon passzolt annak az előadásnak a tematikájába. Zeneileg is ezt a szenvedést szerettem volna megjeleníteni, és úgy gondolom, hogy most itt a Virágvasárnap alkalmából is helye van a műsorban. Ismét egy hangzatos, színvonalas zenei programmal kápráztatták le az érdeklődőket a Dunaújvárosi Vegyeskar tagjai. Az esemény sokak számára koronázta meg a húsvéti időszak hangulatát, lelkületét. A koncertről készült írásos összefoglalót a Dunaújváros online-on olvashatják el az érdeklődők. Az alsóházi rájátszást két győzelemmel kezdő Tihany elleni rátszalmási összecsapással folytatta a bajnoki küzdelmeket Dunaújváros futszál felnőtt csapata. Együttesünk magabiztos játékkal aratott 5-2-es győzelmet. 5-2-es győzelemmel folytatta az alsóház küzdelmeit a Dunaújváros futszál felnőtt együttese. Tóth Árpád tanítványai rátszalmáson fogadták a Tihany csapatát, és a cél továbbra is a veretlenségi sorozat folytatása volt, lehetőleg a 3 pont megszerzésével. A találkozó bár lassan indult, a hazai csapat a félidőre 2 gólos előnyt dolgozott ki, amely jó alapot adott a folytatáshoz. A második felvonásban a hazai csapat 3 góljára a vendégek 2 gyors találattal válaszoltak, ám a győzelmet már nem lehetett elvenni a Dunaújvárosi gárdától az 5-2-re végződő mérkőzésen. És hogy mi volt a siker kulcsa? Erre a kérdésre Németh Tamás válaszolt. Van egy szériánk, ugye hál' Istennek azt hiszem 14 meccsen nem kaptunk ki. Veretlenek vagyunk, ezt mindenképp akartuk tartani a hazai pályán. Sajnos az alsóházba kerültük, szomorúak voltunk, de nem tudunk ezzel mit csinálni, vagy jövőre csináljuk tovább. Most az első 2 meccsen az alsóházba csalódottak voltunk, ugye Tónál leegyszeltünk, Hidegkúton nyertünk szerencsére, most de itt nem lehetett más eredmény, szóval a mester is kihangsúlyozta az öltözőbe, hogy küzdjünk egymásért, mert az első 2 meccs azt inkább hagyjuk. Kijöttünk, hál' Istennek, nem indult jól a mérkőzés, de jól alakult, jól zárult. A játékos egyébként 2 góllal járult hozzá a csapat sikeréhez. Elmondása szerint vannak olyan helyzetek, ahol cselekedni kell a gondolkodás helyett. Hát az elsőt azt nem tudom, hogy szép volt, de belül úgy éreztem, hogy egyszerű gól volt. Ugye egy szögletvariációt csináltunk, amit rosszul találtam el. Nagyon rosszul, de hosszún ugye ott állt a csapattársam, ő meg visszapasszolta, én ezt belülről így láttam. A második gólt azt abszolút rögtönztem, szóval gondoltam egyet, és úgy voltam vele, hogy de be is jöhetne. Nem tudom, nem tudom elmondani, hogy mi zajlott a fejembe. A mérkőzés egészét nézve a csapat veretlenségi sorozata egy pillanatra sem volt veszélyben. Tóth Árpád vezetőedző szerint az első perceket leszámítva jól játszott a csapat. Az első fél időben, az első 10 percünk egy kicsit álmoskás volt. Azt éreztem, hogy egy kicsit olyan nem melegedtünk be normálisan. A második 10 perctől kezdve az történt a pályán, amit szerettünk volna, és szerencsére gólokba is megmutatkozott. Azt gondolom, hogy az utolsó pár perc kivételével ma jól játszott a csapat. A győzelem után a cél változatlan, megnyerni az alsóház küzdelmeit, s lehetőség szerint megőrizni hosszú ideje tartó veretlenségi sorozatukat. Egyértelmű, ugye kimondtuk a fiúknak, illetve azt gondolom a fiúk is éhesek a sikerre, úgyhogy szeretnénk veretlenek maradni, mindenféleképpen maradik. Ugye a 7 fordulóba, illetve szeretnénk az alsóházat megnyerni. A győzelem egyben azt is jelentette, hogy Tóth Árpád tanítványai átvették a vezetést az MB2 nyugati csoportjának alsóházi tabelláján. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket legközelebb is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.